Kedden kezdődik New Yorkban az Egyesült Nemzetek közgyűlése, amelynek előestéjén Joe Biden amerikai elnök Antonio Guterres ENSZ főtitkárral találkozott. Guterres előzőleg új hidegháború veszélyére figyelmeztetett, a megfogalmazása szerint teljesen működésképtelenné vált amerikai-kínai viszony miatt. Egyben felszólította a két országot, hogy tegyenek lépéseket kapcsolatuk javítása érdekében. A klímacélokkal kapcsolatban viszont Guterres méltatta Bident, kiemelve, hogy az amerikai elnök visszaléptette hazáját a 2015-ös párizsi klímaegyezménybe. Guterres azonban arra is figyelmeztetett, hogy a világ katasztrofális úton az átlag hőmérséklet 2,7 fokos emelkedése felé halad, a maximum másfél fokos emelkedés helyett, márpedig a tudósok azt mondják, minden, ami a másfél fokos emelkedésnél magasabb, katasztrófa lenne, mondta Guterres. A környezetvédelem mellett az ENSZ közgyűlésen minden bizonnyal szóba kerül a sokak szerint egyoldalúan eldöntött és végrehajtott amerikai kivonulás Afganisztánból, valamint hogy az Egyesült Államok súlyos diplomáciai válságot idézett elő azzal, hogy Franciaországot nem vonták be az Egyesült Királysággal és Ausztráliával megkötött új védelmi egyezmény előkészítésébe. Szintén téma lesz a vakcina egyenlőtlenség, azaz, hogy a szegény országok nem vagy csak korlátozottan férnek hozzá a koronavírus elleni védőoltásokhoz, miközben a gazdagabb országok már a harmadik oltástál tartanak. Angela Merkel német kancellár azt mondta, hogy a világjárvány miatt ugyan az országok nem tudtak kellő figyelmet fordítani a klímacélok elérésére, viszont a globális válság egyben lehetőség is, hogy fenntarthatóbbá tegyük életünket és gazdaságainkat. Az ENSZ közgyűlésen a világ több mint 100 vezető politikusa vesz részt, a közgyűlés péntekig tart.